Sziasztok srácok, elhoztam nektek egy újabb XP mappot, hogy segítsek nektek szintet lépni ebben a seasonben is. Ott a kód, nyomassatok be egy privát meccset, go! Na, hogyha bejöttetek ide a mapra, akkor először is bele kell menni abba a portába, hogy tudjatok szerezni valamilyen kis... ez kell nekünk, grappler. Ezután szépen visszafelépítetek onnan, ahonnan jöttetek. Ne! Ezért kellett a grep. Aszta, miket tolok? Na mindegy, a lényeg, hogy ide kell jönnötök szépen ennek a lobby résznek a tetejére, és itt a bal sarokba, hogyha bementek, akkor egy kis kék cuccos feljön fölöttetek, és akkor csak tolni kell akármilyen fajt emótot, és szépen jön is az XP, másodpercenként 2000. Hát ebből is azért 10 másodperc alatt már 20 000, szintet is léptem, let's go. És mire szintet lépek, addigra megint jött 10 000. Jó, 30 000 jött ebből szépen. Fasza. A következő gombhoz megfogjátok, megint szépen így lementek a portállal, és ehhez a levegő lobby résszel szembe kell építenetek ide a sarkon, így 6 darab padlót, és ezután egyet balra, és szépen 11 felfele. 11, és utána még egy padló, itt megint ez a kis kék cucc bejön a fejetek fölé, és szépen toltok megint egy emótot, és már jön is az XP. 3000 másodpercenként? Ebből akkor megint kapunk egy szintet. Már 30 000. 35 000 jött belőle. Jól van, nem volt rossz. A következőhöz megint lejöttök ugye a portállal, és most szembe jöttök a másik sarokhoz, és kiépítetek 4-et, aztán 2-t jobbra, és itt van egy Secret XP gomb. És ebből is jönni fog egy kevés, 1000 per másodperc. Aha, már a 10 000-est átléptük, szép. 12 000 nem rossz. A következő az kicsit trükkösebb lesz, megint bejöttök a portába, ide jöttök, ahol először felépítettünk jó magasra, csak most nem errefele indultak el, hanem a másik irányba, 3 padlót, és itt bele fogtok menni egy ilyen kis portába, elhoz szépen ide titeket, itt alul megnyomjátok ezt a kis gombot, ez ilyen AFK, nem sokat ad, de be kell, hogy nyomjátok, 18-at látjátok másodpercenként, de ez kellene fog ahhoz, hogy most legyertek, itt szépen megfogjátok, ezt bekapcsoljátok, és ilyet még nem láttam, srácok, hogy így kell benyomni az XP gombot, de felszedtek egy snipert, és szépen oda belőttök a ablakon, és működik! Gyerekek, kapunk másodpercenként 1000-et, nézzük meddig megy fel. Jó lenne, ha felmenne még olyan 10 000-et, és akkor egyből szintet is tudnék lépni. Nem rosszakat megy fel, de nem elég. De tudtok még egy olyat csinálni, hogy itt kiépítetek, erre idáig ki kell építeni, hogy ne halljatok meg, vagy ne dobjon vissza, vagy nem is tudom, lehet, hogy nem is muszáj kiépíteni, de eljöttök ide, mert szerintem le lehet ugrani. Véletlen elfelejtettem elindítani a felvételt, de itt van ez a kis piros esernyő, innen felszámoltok 3 padlót, vagy 3 rámpát, és egyet előre, aztán 2-t jobbra, és itt, ha idejöttök, fel fog egy kis kék genyó jönni a fejetek fölé, és toltok majd egy emótot, és visszadob titeket a lobbiba, és jön 2000 XP másodpercenként, hát ebből olyan 15 000-et kaptam én, de higgyétek el nekem. Na de srácok, van még ott, ahonnan ez jött, ne aggódjatok, még hogyha lejöttök ide a mapra, akkor látjátok, hogy itt... meg nem mondom most, hogy ez egy kelet vagy nyugat, de erre fele lesz egy kis zászló ott a horizonton. Tehát ez nem más, mint egy... Várjatok? Azt, amiket tolok, várjatok. Jó. Építenetek kell, hogy ne dobjon vissza, de lehet így csikicsukizva is. Az a lényeg, hogy ide akkor eljöttök, lehetőleg mondom, építsetek ki, és akkor átdob titeket ide a kalóz hajóhoz, és itt, ha jöttök, akkor itt lesz egy titkos gomb. Hát, másodpercenként 500-at kaptok belőle. Nem baj. Van még azért. Eljöttök ide ezekhez a kocsikhoz. És balról a harmadik, azaz jobbról is a harmadik, mert a középsőnek a hátuljába lesz egy kis Secret XP gomb. Azt még meg tudjátok nyomatni, és az is ad másodpercenként 250-500-at. Hoppá, 500-at ad. Jó. Ez nem rossz gomb. És mondom, hogy minden egyes cseppet kisajtolunk ebből a mapból. Itt még el tudtok jönni ehhez a fához. Van itt egy ilyen macifa, meg fogjátok látni. Ha kicsit forgolódtok, telibe szembe van a hajóval. Itt óvatosak legyetek, tényleg ki kell építeni azért jó párat, hogy ne dobjon vissza. De hogyha már mondjuk idáig eljöttök, akkor biztonságosnak kéne, hogy legyen jó. Itt felépítetek a jobb füléhez, és akkor a jobb fülénél, sarokba,
Hát itt kéne, hogy legyen. Ja, itt van. Telibe így a tövébe nézetek, akkor jó helyen néztem, kicsit fentebb akartam megnyomni, de telibe ott van a fülének a tövébe. Ezzel még tudtok szerezni másodpercenként 500-at, és hogyha szépen megfogjátok, még egyszer eljöttök erre a részre, akkor van még egy utolsó gomb, amivel lehet sajtolgatni, és ahhoz ide kell eljönnötök. Egy surf deszka ott a hegy tetején, gondolom már leszűritek, hogy azon a surf deszkán lesz egy gomb, és azt még ha megnyomjátok, akkor kaptok, nézzük, másodpercenként 600-at. Jó, ez a map ennyi lett volna, köszöntöm szépen a figyelmet, ne felejtsétek el használni a KDS kódot, hogyha szeretnétek támogatni, és csó! Ciao, ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel, nyomd be a csengőt, hogy ne maradj le a továbbiakról. Ha ha ha.